És uraim, mi kell söpörnünk a magánérdeket az állami vállalatok világából is. A magyaroknak elegük van abból, hogy az ő szolgálatukra létrehozott, az ő pénzükön üzemeltetett vállalatokat bűnözők szállják meg, és szervezetten hordják ki belőlük a közpénzt. Ezt ön mondta miniszterelnök úr tavaly októberben napirend előtt. Nézzük, mi történt azóta. Például a közbeszerzési értesítő múlt hét vagy 21-i hétfői számában jelent meg az a hirdetmény, amelyből kiderül, hogy a két másikkel összefogó civil biztonsági szolgálat nevű cég nyert el a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT által hónapok előtte meghirdett vagyonvédelmi megbízást. A CBS korábban Pintér Sándor belügyminiszter tulajdonában állt, a kormányváltás óta a Magyar Villamosművektől és a Magyar Fejlesztési Banktól is megbízásokat kapott. Ezt a megbízást állítólag 2014. december 31-ig havi 100 millió forintért nyerte el. Másik két céggel, ami nagyon érdekes, hiszen abból az egyik a Honvédelmi Minisztérium elektronikai, logisztikai és vagyonkezelő ZRT-je. A másik cég szintén egy magáncég. Ami még szintén nagyon érdekes, miniszterelnök úr, hogy az öt ajánlat közül a legdrágábbat sikerült kiválasztania, hogy nem az MNB ZRT-nek. A legolcsóbb ajánlat mintegy 40%-kal olcsóbb volt, mint a nyertes ajánlat. Miniszterelnök úr, majd annak vagyunk tanúi, hogy magáncégek erkölcstelenül és szervezetten hordják ki a közpénzt. Ennek az ügyletnek felelősei Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter, MNB ZRT tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként, Hende Csaba honvédelmi miniszter, a HMI ZRT tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként. És Pintér Sándor felelőssége is nehezen megkerülhető, hiszen ez a cég mintegy 1,5 milliárd forinttal tartozik neki, mint magánszemélynek. Ha ez így van, miniszterelnök úr, és ha jól értelmezzük a büntetőjog mostani fejlődését, ha ön nem avatkozik bele, nem érvényteleníti ezt a szerződést, akkor ez a jövőben az ön őrizetbevételének is bűnpártolásként a megalapozását szolgálhatja. Nagyon aggódunk ezért, hogy ne így legyen, miniszterelnök úr. Kérdezzük, miért tűri, hogy saját kormányának tagjai meghazudtolják önt? Köszönöm szépen.